A kormány 2014-ben határozott a Tanúszoda program elindításáról, amelynek keretében 24 uszodát építenek teljes mértékben állami forrásból, és amelyek üzemeltetését is állami forrásból fedezik. Tokajban szerdán adták át a 437 millió forintból elkészült létesítményt, amely egy 25 méteres versenymedence és egy tanmedence mellett a szükséges kiszolgáló helyiségekkel várja az úszni vágyókat. Sesztek Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a megnyitón a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps által mondottakkal adta át az úszodát. Hogy nincsenek határok. Minél nagyobbat álmodsz, annál tovább jutsz. Én azt gondolom, hogy ebben az egy mondatban minden benne van, ami jelent Tokajnak ez a tanúszoda. A polgármester odasúgta nekem, illetve én kérdeztem, hogy most tényleg te gyerekkorod óta az itt élők arról álmodnak, hogy Tokajban tanúszoda lesz, és teljesen természetes módon azt mondta, hogy igen. Az itt élők már régi álmot kergettek akkor, amikor egy tanúszodáról vagy úszodáról gondolkodtak. És lám, az álom valósággá vált. Tokaj polgármestere szerint nem csak a városban tanuló 2000 diák és a környékbeli települések fiataljai, hanem a turisták is örömmel használják majd az új úszodát. Ez egy óriási lehetőség, ezt egyszerűen nem lehet, elmondani, és nem lehet szavakba foglalni, hogy ez egy milyen nagy álom, ami ma beteljesült, és azt hiszem, hogy az itt élő, vagy itt tanuló 2000 gyerek, ez mindig erre vágyott, hogy nekem elmennie, vagy Nyíregyházára, vagy Szerencs úszásoktatásra járni, mit helyben tudja ezt megtenni. És azt gondolom, hogy magának a kajakkenu szakosztálynak is, és az egész város sportjának ez egy nagy lökés fog adni. Rendszeresen jönnek a vízitáborosok edzőtáborba, mindig az volt a problémájuk, hogy nem volt úszás lehetőség, tehát sokkal nagyobb lesz a palettája majd a városnak, és azért nem szeretnénk figyelmen kívül azt sem, hogy megítésünk szerint a turisták is fel fogják keresni ezt a létesítményt, mert nem csak tanúszoda lesz, hanem meg fogja nyitni majd a nagy közönség számára is az NSK ezt a létesítményt, és bízunk abban, hogy ide látogatnak, és mondjuk úszásra vágynak, azok föl fogják keresni ezt a létesítményt. Sárfalvi Péter helyettes államtitkár elmondta, a tanúszoda építési program a sport mellett az egészséges életmódra nevelést is szolgálja. Gyakorlatilag így lehet megteremteni a mindennapos testnevelés infrastruktúrális hátterét. Rengeteg gyerek megtanulhat úszni, és hát azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb befektetés, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, mert egy sokkal sportosabb, egészségesebb generáció nőhet föl. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a köznevelési infrastruktúra fejlesztési programot. Tényleg országszerte épülnek, szépülnek meg a tanúszodák, tornacsarnokok, tornatermek. Holnap is megyünk egyébként Csümegre egy hasonló tanúszoda átadásra, úgyhogy most is láthatod, hogy mennyi gyerkőc már birtokba vette a medencéket. Ez az egyik legjobb program. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Csengerben már elkészült a tanúszoda. Baktalórendházán, Fehérgyarmaton és Kemecsén pedig hamarosan birtokba vehetik az úszók az új létesítményeket.